Tulajdonképpen lefette ezt a közterületi részt, így a gyomok sem tudnak itt megjelenni, mondta Szalai Zsuzsa. Igazából ugye szerettem volna, tehát a külső térbe is megmutatni a benti munkámnak a kreatív részét, ami ugye abból fakad, hogy amikor ugye a város rendezése volt, a kerékpárút újjáépítése, így szembe kerültünk egy más környezettel, egy más lehetőséggel, felszabadult területtel, ami késztetett arra, hogy a szebb környezetbe érkezzenek a vevők. És ahhoz, hogy a szebb környezetet ki tudjuk alakítani egy város oldalára, így megfordult a fejemben, hogy figyelembe véve a városban idegenek, a látogatók érkezését, hogy amikor megérkezik Karcagra, hogy tehát egy más kép fogadja, ami már megszokott. És ebből jött az ötlet, hogy kirakom a Karcag szót. Betűk formájában, tehát amihez ugye a kövi rózsát használtam, már csak azért is, mert ugye ez tűzőnapra tehető, később ugye szépen elszaporodik, nem igényel különösebb gondot, úgyhogy tehát ez motivált arra, hogy egy kicsit tartósabbá tegyük a maga a kiírást. Itt nagy előkészületek voltak, mert azért figyelembe kellett venni ezt a nagyon kavicsos, köves területet, ugye, ami ugye a maga a kövi rózsának is pont egy ideális termőtalaj lehet, és ahhoz, hogy ez később, tehát nagy munkát ne vegyen igénybe tőlünk, ne vegyen ki a munkából bennünket, így letakartuk ezzel a fóliával, és az már adott egy könnyebbséget nekünk. Mivel közterület, egy kereszteződés is van az üzlet előtt, arra is vigyázni kellett, hogy a köréjű kötött virágok nem lehetnek magasak, ehhez polgármester úrral is egyeztetett a virágkötő. A polgármester úrral is egyeztetve, tehát levélben ugye ezt megbeszéltük, megkaptam rá az engedélyt, és ugye itt azért voltak feladataim, tehát amit ugye közreműködni kellett ennek kapcsán, hogy a szintet ugye nem változtathattuk meg, ahhoz, hogy a betűket ki tudjuk emelni, tehát mindent úgy kellett hagyni, ahogy a tervrajzon szerepeltek alapján. Tehát maga a virágmagasságokat figyelembe kellett venni, a talajt nem lehetett kiemelni, úgyhogy tehát közreműködtünk a város vezetésével. Hangsúlyozta Szalai Zsuzsa, aki még kis, apró lépésekkel folytatja a terület átalakítását. Ötletei még vannak ehhez. Igazából ezek még mindig ilyen kis apró lépések, tehát amire elmondhatjuk, hogy még mindig nincs kész. Ezek csak ilyen apró lépésekben haladunk mindig előre. Most még nem szeretném elárulni a végkifejletet, de tehát még csak annyit fűznék hozzá, hogy nincs kész. Folyamatban van minden.